Eltérő adatokat tett közzé a fertőzöttségi arányt, illetően két állami intézmény. Klaus Johannis szerint ezt sürgősen orvosolni kell. Rendkívül furcsa helyzet alakult ki kedden Romániában. Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint ugyanis a fővárosban meghaladta 3000-eléket a fertőzöttségi ráta, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy szigorúbb korlátozó intézkedéseket kell bevezetni Bukarestben. Csak hogy a stratégiai kommunikációs csoport által közzétett adatok szerint ez az arány 2,69%, így nem szükséges újabb szigorító intézkedéseket meghozni. Klaus Johannis újságírói kérdése válaszolva elmondta, számára is megdöbbentő, hogy a kormány alárendeltségében működő két intézmény eltérő adatokat közöl. Valóban furcsa, hogy két kormányzati intézmény két különféle adatot közöl. Úgy vélem, hogy sürgősen össze kell hangolják ezek az intézmények az adatokat. Elvárom a kormánytól, hogy sürgősen tisztázza ezt a helyzetet. A későbbiekben Nélu Tatáru egészségügyi miniszter elmondta, az új megbetegedések 1000 lakosra vetített számának meghatározásakor a lakosság nyilvántartók hivatalos adatait tekintik irányadónak. Emellett az is fontos, hogy az Országos Vészhelyzeti Bizottság döntése értelmében a gócpontokat nem számítják bele a településen mért összesített esetszámba.